Nálam például ugye a pingvin azért nehéz, mert nekem nincs szövegem, tehát nincs mihez kötnöm, hanem végig hablatyolom az egészet. És a Zolinál is ez van, hogy neki szavak vannak, illetve inkább hümmögések. Tehát mi vagyunk ketten, az a két karakter, akik nem beszélnek, hanem ők a szemükkel játszanak pluszba, meg a hangokkal, mert ugye ezek a bábok azért érdekesek, mert pislognak. És van egy szerkezet a bábban, ami úgy meg kellett tanulnunk, hogy van, hogyha előre nyomom, akkor kitágul a szeme, van egy ilyen billentyű, ha hátra húzom, akkor összecsukódik, ha az egyik billentyűt húzom hátra, akkor csak az alsó szemhéj mozdul, ha meg a másikat, akkor meg a másik. És akkor ezt is így betáplálni, hogy nem csak az, hogy hova megyek meg hogy, hanem az ujjamnak a mozdulatát is a nézben kell tartanom. Így. Meg a nevetés, azt úgy szoktam, hogy nyomtok a kapfej. Hogy egyszer-kétszer megnéztem ilyen dokumentumfilmet, hogy a pingvinek hogy kommunikálnak, vagy milyen hangot adnak ki, de aztán ezt el is engedtem, mert nem lehet olyan hangot kérni, de lehet, hogy valaki tud. És akkor elkezdtem ezt a halandzsát így elindítani, és az elsők között volt ez a prütyi szó, amit annyiszor használtam a próbák alatt, hogy meglett a pingvin neve, tehát ő prütyi.